Na, sziasztok! Most egy C-vektrát nézzünk meg éjszaka, hogy milyen a világítása. Ilyen zöldes, sárgás multikormány. Világít egyik oldalon a gomb, világít a másik oldalon. Ezek itt a világításkezelő szervek, de nagyon szépen világít az ajtópanel. A középső kijelző, a rádió, meg a klímának a kezelő szerveit, meg a hamutartó világít. A túloldalon is lehet látni az ajtót, hogy világít. Jöjjünk vissza a kijelzőre, nézzük meg a kesztyűtartót. Az nem világít, nem tudom, lehet, hogy csak nincs benne izzó. Az jó is, majd megnézzük, hogy lehet-e bármi ilyesmit. De amit akarok mutatni, de azt most nem fogja csinálni szerintem. De majd mindjárt leállítom gyakorlatilag. Egy az, hogy az elköszönése is tök jó. És fölkapcsolódott ugye a belső világítás. De nekem ez is nagyon tetszik. Azért valljuk be, jól néz ki. Hát szól, hogy hideg van. Ezt leokézzük. Úgyhogy nagyjából így néz ki a belseje, mert kicsit hátrébb mentem. Így látjátok távolról, úgyhogy abszolút nem bántó a világítás. Lehet amúgy állítani. Azt mondja, hogy én most lehúztam. Így levette a középkonzolról is, és gyakorlatilag fölhúztam. Hát ez a max világítás. Úgyhogy hát így néz ki a C-Vectra éjszaka belülről. Sziasztok a következő videóig!